Kaptam egy kérdést, hogy hol vannak a videók, hiszen megígértem őket, sőt egész pontosan úgy szólt a kérdés, hogy na mi van, aláfogyott a lendület? Hát az a helyzet, hogy a lendület az nem aláfogyott, hanem teljesen megtört egy időre, mert bekövetkezett egy olyan magánéleti esemény, amire nem igazán számítottam, és ami miatt nem nagyon volt kedvem videót csinálni. Ezt remélem megértitek, de azt hiszem most próbálok kárpótolni titeket ezért a kis szünetért. Megmutatom, hogy mi az, amit itt csinálok az asztalon. Szóval, amint látjátok, van itt vízüveg. Ez körülbelül 3-400 forintért beszerezhető bármelyik festékboltban. Illetve van itt részszulfát, vagy részgálic más néven, és ebből lehet összehozni bizony-bizony a vegyészek virágos kertjét, ami itt látható ezen a lámpán. És azért van itt ezen a lámpán, mert hogy egy timelapse felvételt próbálok csinálni arról, hogy hogyan nőnek ezek a kis szilikát növénykék. Ehhez a felvételhez egy ilyen 60 mm-es makrólencsét használok. Próbálok a megvilágítással játszani úgy, hogy minél jobban látni lehessen azt, ami történik. Próbáltam rengeteg megoldást, az tűnt talán a legcélra vezetőbbnek, hogy alulról megvilágítom ezt a kis átlátszó poharat, és akkor szépen látszik a végeredmény. Ez nyilván nem egy fotós projektnek indult, de azért jócskán kellett kísérleteznem azzal is, hogy hogyan tudom bemutatni nektek, ami történik. És ez hozzáad ahhoz, ami a kémiai kísérleteknek egyébként is egy ilyen bájos rákfenéje, hogyha ezt lehet így nevezni, hogy rengeteget kell pocsolni és tökölni azzal, hogy milyen koncentráció megfelelő, mennyi anyagot kell használni, ahhoz, hogy egy ilyen szép vegyész virágos kertje jöjjön ki, például ebben az esetben. Szokott jönni kommentbe, hogy miért nincs több kémiai kísérlet, részben ez az oka, részben pedig az, hogy a kémia az... Hát annyira nem áll hozzám közel. Egy másik hátrány, hogy honnan szerez az ember vegyszereket. Mert rengeteg mindent meg lehet persze csinálni otthon szódabikarbónából, ecetből, meg ugye ezek a klasszikusok, meg mindenféle más hozzávalóból. Viszont időnként, hogyha igazán látványos, szép dolgokat szeretnénk csinálni, akkor különlegesebb vagy nehezebben beszerezhető vegyszerekre van szükség. Persze tudom, ott van az eBay, meg az Alibaba, és mindent meg lehet rendelni, de van, amihez csak nagyon-nagyon kevés anyagra lenne szükség, és azért az ember nem fog megrendelni mondjuk egy kilót valamilyen vegyszerből, ami ráadásul irreálisan drágává tenni ezt az egészet. Ehhez a vegyész virágos kertje projekthez elég egy csipetnyi részszulfát például, de... Csipetnyit nem nagyon lehet kapni, hanem meg kell venni mondjuk a kilós kiszerelést minimum. Oké, ez annyira nem drága, meg ha van kertész ismerősötök, akkor úgyis fel fogja tudni használni, de akkor is egy 1000-1200 forintot ebbe bele kell ölni, valamint a vízüveget meg kell hozzá venni, ami megint csak, ha úgy veszük egy filléres tétel, 3-400 forintért meg lehet kapni bármelyik festékboltban, viszont lesz egy liter vízüveged, amit mire fogsz használni másra. Mondjuk abból a szempontból szerencsém volt, hogy egy vegyész barátomtól kaptam rengeteg mindent, így kaptam részszulfátot tőle, bár az volt nekem is egy zacskóval, vasszulfátot, valamint a kezemben nyomott négy ilyen kis Eppendorf csövet, amiben azt mondta, hogy fogalma sincs, hogy milyen szulfátok vannak, de használjam őket nyugodtan, mert biztos szép lesz. És most jöjjön egy pro tip, hogyha egy vegyész barátotok azt mondja, hogy fogalma sincs, hogy milyen vegyszer az, de nyugodtan használjátok, akkor mindenképpen vegyetek fel gumikesztyűt, mondjuk egyébként is vegyetek fel gumikesztyűt, de akkor biztos, ami biztos, duplán vegyetek fel egyet. Ennek nem volt sok értelme. Ja igen, maga a folyamat az úgy néz ki, hogy vízzel 2-3-szorosára kihigított vízüveg oldatba bele kell szórni, tényleg csak egy csipetnyit különböző fémszulfátokból, legkönnyebben a részgálichoz fogtok hozzájutni, és utána vártok. Ami történni fog az, hogy a szulfátoknak a felületén kialakul egy vékony csapadékréteg, ami egy félig áteresztő hártyaként fog viselkedni, viszont mivel odabent sokkal magasabb a koncentráció, ezért a vízüveg elkezd beáramlani. Ha pedig beáramlik, a hártyán belül megnő a nyomás, addig-addig nő, amíg
szét fog repedni ez a hártya, majd pedig kibugyog belőle a bent levő magasabb koncentrációi cucc, ami körül megint csak kialakul majd egy vékony hártya, és ez így ismétlődik tovább, egészen addig, amíg egész szép nagy ilyen kis fém szilikát kertecskék jönnek létre. Hát nem tudom, én mondjuk láttam igazi kerteket, engem nem kertre, inkább koralzátonyra emlékeztet, vagy cseppkövekre esetleg, de gondolom van, aki koralzátonyt látott, meg cseppkő barlangot, úgyhogy őket meg inkább kertre fogja emlékeztetni. Na jó, nem igazán vagyok formában, remélem ezt elnézitek nekem. Ennek ellenére, hogyha tetszett ez a videó, lájkoljátok, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Elvileg pénteken reggel jönne, de én most valószínűleg látom, hogy ezt hétfő reggel fogom kitenni. Még múlt héten mentünk el a Velencei hegységben megnézni az ország egyik legidősebb anyagát. Szerintem tök jó felvételek lettek, rövidesen összevágom és kirakom majd ide a csatornára, vagy pénteken, vagy pedig jövő hét hétfő reggel. Ja igen, hogyha szeretnétek látni ezt a kísérletet élőben netán hazai, szeretnétek vinni belőle egy kicsit, vagy rengeteg más kémiai kísérletbe szeretnétek belefolyni, akkor gyertek el most szombaton Pilis Csabára, ahol az Egészségváros rendezvényén leszünk majd a Tudományos Piknik csapatával. Egész nap kísérletezünk majd, a Játékos Természettudomány sátornál fogtok minket megtalálni, illetve nekem lesz egy külön előadásom 12-15-től. Találkozunk Pilis Csabán, vagy jövő héten itt a csatornán. Sziasztok!